Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. És akkor kezdjük is a Mester3-assal, ugyebár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még új, annak ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor csapjunk is a lecsóba, a Bitcoin 33.500-nál 2%-ot erősödött a mai nap folyamán, jövöget felfelé. Azt mondja, hogy nézzük meg kisebben mi a helyzet, 4 órásba, 1 órásba, egy pár órája már elindulgatott felfelé, most egy minimál korrekció van benne, de már egész szépen tér vissza. Azt mondja, hogy igen, 33.500-nál az egy éves mozgó átlag alatt van egy picivel jelenleg. És hát, mit az RSI 45-ön, még semmi extra középen van, bármerre mehet. És akkor itt ugye bár az LPS szakasz, kíváncsi vagyok, hogy egy hát pár napon belül vagy jövő hétre feltörünk-e 40-ig vagy sem. Mert a vége így is úgyis az kéne legyen, hogy felmegyünk 40 fölé, már csak az a kérdés, hogy mikor a mintázat, itt most kezdi kicsit elveszteni magát az utóbbi napokba ez a lerázós mintázatnak a gyűjtögetős verziója. Na jó, azt mondja, hogy körülöttünk mi a helyzet, hogy hívják már utilities, közművekbe még nem fektetnek annyian, nincs akkora pánik a piacon, a félelem itt is visszament, nem félnek annyira, úgyhogy ez is csökkent. Úgyhogy, hát látszik is, hogy mennyire életképes tőzs, de 1%-ot nőtt az S&P 500, már megint plafonon van, már megint magas áron van, mint még soha nem volt ilyen magas áron. Úgyhogy nem tudom, a 33. napi legmagasabb ára idén, vagy valahogy így már hetente többször is legmagasabb áron van. Jó, 4362 dolláros áron kapható jelenleg, 1%-ot nőtt ma. Az arany 1808 dolláros, 8,5 dolláros áron kapható egy uncia, és ő is egy 0,3%-ot, 0,37%-ot nőtt. Ú, most már mindjárt 1809 dollárra felmegy, már 0,4-et nőtt. Jó, egész jól jöveget fel az arany is. Hát persze picik ezek a kriptós százalékokhoz képest, de azért jöveget. Oké, Bitcoint mondta, Ethereum 2164 dolláros áron kapható, 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, ő is jöveget már vissza kisebben ránézve, hát de itt is hát lejött ugyebár a trendvonal alá, és akkor most mászik ő is felfelé a Bitcoinnal egyetemben. Azt mondja, hogy nézzük tovább, mi minden van még itt, mennyi 6,905, 907, egy picivel, de már megint többet vásároltak az intézmények, illetve az országok bitcoinból. Jaj, de nagyon kíváncsi leszek, mikor jönnek a második negyedéves jelentések, hogy mennyi van már az intézményeknél. Nem sokáig tudják már titkolni. Azt mondja, hogy stock to flow, ugyebár itt látjuk, hogy nő a bitcoin, hát ezt lehet, hogy nem kéne minden nap mutogatnom. Látjuk, hogy soha nem volt még nulla, meg soha nem lesz nulla a bitcoin, ilyen marhaságok azok nem léteznek, és 2013-as ciklusra hasonlít valószínűleg a mostani. Azt látjuk benne nagyon sokan, hogy tavasszal növekedés, nyáron stagnálás, aztán ősszel megint növekedés, akkor megyünk 100 000 fölé, meg még tovább. Azt mondja, hogy kifejezésekre hányan keresnek, nem várok itt emelkedés, nincs is. A bitcoinra 25%, kriptora 7%, ethereumra 6%, picit egyre minden napról napra, egy kicsit egyre kevesebben keresnek rá. Tehát itt van a nyár. Mindenki más csinál, kint vannak az emberek, nem kell már otthon lenni bezárva a vírus miatt. Azt mondja, hogy majd őszre ez vissza fog térni. Nagy valószínűséggel piaci értékek kezdve az Ethereummal. Az Ethereum egy helyet csökkent, így erősödtek többiek, vagy hogy hát pedig még nőtt is az Ethereum. Na jó, egy picit, de azt mondja, hogy 252 billió dolláros a piaci értéke jelenleg, és 2166 dolláros áron kapható. A Toyota fölött van azért még mindig, meg a L'Oreal fölött, meg az Oracle fölött, meg Netflix, Coca-Cola, ezek előtt azért mindelőttük van az Ethereum. A Nike-ot kellene megelőznie itt nem sokára. Azt mondja, hogy Bitcoin pedig a 12. helye, mert 13. is volt még tegnap. Hát most 12-en, de hát még egy semmit minimálisat nő, egy pár száz dollárt, aztán már Teslát is megelőzi, már 11. helyen lesz. Hát ha meg még vagy 1000 dollárt, amikor nő, akkor meg már bőrsőserővécs, aztán visszatér a 10-be. Jelenleg 628 billió dolláros a piaci értéke, és 33.535 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban?
Igen, 10 millió 50 ezer forintot ér jelenleg egy darab bitcoin tranzakciós díjakkal. Mi a helyzet? A Bitcoin Cash-nek a tranzakciós díja egy 40 fillér, a bitcoinnak pedig csökkent a tranzakciós díja. 550 forint környékén van most jelenleg a bitcoinnak a tranzakciós díja, 550-600 forint. És egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygép bitcoinra hogy termel? Azt mondja, hogy 33,88 dollár profitot, majdnem 34 dollár. Ő is erősödik vissza. És akkor 3080-as Nvidia videókártya Ethereum-ra 5,5 dollárról, hát még mindig 5,5 dollárnál ugyanott áll, mint ahol tegnap. Azt mondja, hogy jó, el is értünk a teljes piachoz, és akkor nézzük, mi a helyzet ma. A kriptovalutákban 24 órás kereskedelmi mennyiség 74 billió dollár, hát egy elmegy egy ilyen közepes átlagos. A kriptovaluták összpiac értéke 1,4 trillió dollár, na most csak a lefőni a gépem, csak nem kéne. Ebből a piaci dominanciája a bitcoinnak 44,8%, az Ethereum pedig 18%, akkor 62,8-37,2% van a többi kriptóban. A teljes piac tegnap az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, és akkor első helyen a bitcoin jelenleg 33.513 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot nőtt, évele jóta pedig 14%-ot nőtt. Második helyen az Ethereum jelenleg 2.164 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 0,25%-ot nőtt, vagy 0,2%-ot nőtt. Éveleje óta pedig 196%-ot nőtt. Harmadik helyen a Tether-ül mindig 1 dollár, negyedik helyen a Binance Coin, jelenleg 315 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában állt, ugyanott maradt, ahol volt, egy 10%-ot nőtt. Éveleje óta pedig 732%-ot nőtt. Ötödik helyen az Cardano, az adai jelenleg 1,36 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4%-ot csökkent, éveleje óta pedig 676%-ot nőtt. Hatodik helyen az XRP jelenleg 0,634 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, évelej óta pedig 167%-ot nőtt. Hetedik helyen a Dogecoin jelenleg 0,22 század dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3-3,5%-ot nőtt, évelej óta pedig 3775%-ot nőtt. Nyolcadik helyen az USDC mindig 1 dollár, kilencedik helyen a Polkadot jelenleg 15,6 dolláros áron kapható, 15,5 dolláron kb. Az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, évelej óta pedig 88%-ot nőtt. Tizedik helyen a Uniswap jelenleg 21,3 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában két és saját közel 3%-ot nőtt, évelej óta pedig 350%-ot nőtt. 11. helyen a Binance USD, 12. helyen a Bitcoin Cash, 13. helyen a Solana, 14. helyen a Litecoin, 15. helyen a Chainlink, 16. helyen Polygontól a Matic, 17. helyen a Wrapped Bitcoin, 18. helyen a Theta, 19. helyen az Ethereum Classic, 20. helyen a Stellar. 21 Internet Computer, 22 DAI, 23 VeChain, 24 Filecoin, 25 Tron, 26 EOS, 27 AV, 28 Monero, 29 Terra Luna, a Luna nőtt 18%-ot, majd jöjj, de beindult a Luna. 30 Shiba Inu. Jó, azt mondja, hogy tovább. Jó, az Axira, annyira ráfagytam tegnap este egész hétvégén, itt fogok még az Axit nézegetni, meg jövő hét péntektől, vagy hát szombattól már Szabin leszek két hétig. Úgyhogy de csak az a baj, hogy benne van minden a portfólióban, itt csak pénzem, úgyhogy fú, nagyon benne van a pakliban, hogy a 10%-át mindennek el fogom venni a 10%-át, hogy ezért tudjak venni Axit, meg meg tudjam nézni, mit csinál, meg nektek is tudjam mutatni, és akkor én leszek itt azért teszt, azért laboratórium megér, vagy ilyenek, vagy patkány, vagy valami. De jaj, mondja, azért jó. Axinak egyébként ilyen partnerei vannak, hogy Ubisoft, AV, Binance, Samsung, Delphi Digital, Kyber Network, Maker, Upbit, fú, nagyon komoly ezért támogatóik, és minden, de ez Axi, és még csak alfa fázisban van az Axi, és úgy megy, mint az állat. De most ezzel kapcsolatban csak gyorsan megmutatom, hogy hogy ment az Axi, meg hogy ment a Smallup Potion. Axi 21% pluszban van az Axi ma. A Smallup Potion meg azt mondja, hogy ő meg 14-15% pluszban van, többiek meg itt azért vinyognak 1-2-5%-okon. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az Axi egyszer ez, hogy ennyi támogató meg minden. Tehát ebből, hogyha ez összeesne, beoblana az egész két hónapon belül, azt rohadtul nem hiszem, két hónapon belül meg vissza lehet hozni, amit befektet az ember vele. Két hónapos a ROI az irgalmatlan kemény. A másfél éves ROI-t a óriás nagy multiknál meg ilyenek, azt szeretik, ha már valami másfél év alatt behozza az árát, az már jó.
két év fölött már nem annyira tetszik, ez meg 2 hónap, nem hogy másfél év, hanem 2 hónap alatt be lehet hozni vele az árát, amit belefekt az ember úgy sat per kávé, mert hát jó körülmények, minden paraméter mindig változik, de ezt lehet kb. Elmondani, mert azt mondja, hogy itt emberünk, itt nézegetem a videókat, és napi 2 órát kell kb. Játszani vele, és akkor már megvan az 150 small love potion. De most már, hogy azóta játszott még egy kicsit tovább, már ezért rutinosabb, meg ez az 2 óra alatt már 250 small love potion begyűjt. És az 0,14-es áron, hát most már 0,2, 0,22-tőn vagy hol van az axi, tehát még másféle meg lehet szorozni. Olyan hát legrosszabb esetben 5000 forintot hoz naponta 2 óra játékkal, jobb esetben meg 10-15 ezer forintot, és akkor hosszú távon még ugye bánni, amikor nőnek a kriptók, akkor valószínű fog nőni a Small Love Potionnek is az ára. Úgyhogy ezek vannak meg a bárányfelhők, napi 5000 forint Axie Infinity-vel. Hogyha ez hosszú távon jó lesz, majd itt mutatgatom nektek, én erre szerintem nagyon valószínű, hogy rá fogok menni. Jaj, de sajnálom, hogy el kell adni, de hát csak a 10%-át kell adni a portfóliumnak. Úgyhogy, de addig remélem, hogy jövő hét péntekig azért még növegetni fog, szépen felmegyünk ezért 35 fölé, meg 40 környékére, meg ilyenek, hogy legalább jó áron tudjon majd eladni, aztán átforgatni kicsit axiba. Amiket kinéztem, fú, én izét fogok nyomni regen buildet, regenerálódósokat, hogy minden meg gyógyítósokat, hogy folyamatosan hosszú távon fent tudjam tartani az axikat, közben meg lopom az energiát a másiktól, meg ingyen energiát csinálok magamnak, úgyhogy két fő momentum, nem a DPS-re fogok annyira rámenni. De jó, ezért túlságosan belementem, majd szerintem benne van a pakliba, hogy itt szabadságom alatt jönnek majd ki axis videók is, meg ilyesmi, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Az a mínusz, hogy amiket kinéztem, az kb. Nem tudom, vagy 150 ezer egy axi, amiket nézegettem, vagy ilyesmi, és 3 kell, hogy lehessen játszani, úgyhogy egy fél millát lehet, hogy bele kell verni, nem baj, azért bitcoinban van egy 10-es, altcoin portfólióban van egy 5 milla környékén, vagy 4,5, és abban ennek a 10%-ából az altcoin portfóliómból, mert bitcoinhoz nem akarok az egy bitcoinhoz, egy cent bitcoinhoz hozzányúlni, de altcoinokból, abból ezért lehet, hogy mindéket megvámolom 10%-kal, beugrok az axiba, aztán majd mondom nektek, hogy mi a helyzet, mennyire van értelme beleszállni, mennyire nincs. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy jaj, itt és akkor 150 small love potion, egy nap alatt ennyi az a kb. Legalja, amit össze lehet gyűjteni, 9818 forint. 10.000 forint egy nap alatt, 2 órát játszik az ember. De hogyha a másikat, mikor már már jobban nyomja a PvP-t, meg mindent, akkor meg már 17.000 egy nap alatt, úgyhogy a legrosszabb esetben ilyen áron, ahol most van az axi, még ha felére leest, akkor is 5.000 forintot naponta 2 óra játékkal meg lehet termelni vele. Nem kell amúgy 500, hát, de az a baj, hogy igen, azért pár százat, 300 körül mások is, ilyen 1000 dollárokért vesznek, meg ilyesmi kezdő 3-as axi pakkot, de én úgy jó, kinézegettem magamnak, hogy a hétvégén is csekkolgatom tovább, úgyhogy félmisít, lehet, hogy bele fogok dobni, és akkor megnézem, hogy napi 10-es tényleg tudok-e hozni vele, vagy napi 15-öt, mert hát ha 2 hónap alatt visszahoz az árát, hát akkor köszönjük szépen. Akkor ezzel el leszek hosszú távon bőven. Na jó, ne hagyjuk is a másik részét a dolgoknak, a valódi világot. Azt mondja, hogy ott mi megy a munkába. Igen, azt mondja, hogy igen, Bitcoin Ethereum fordulás 41.75.101, ma pedig 48.599. Jó, hogy gyengült, erősen gyengült az Ethereum a Bitcoinhoz képest. Azt mondja, hogy DeFi-ban, Ethereum alapúban mennyi tőke van lekötve, 54,2 billió volt tegnap, ma pedig, 55,3 billió, jó, 1 billióval nőtt. Hát itt plafonon az AV a körbe, Compound, Maker, Unicorn, Sushiflex, és a másikon, ahol vannak Binance-esek is, itt pedig azt mondja, hogy Dapradaron, jaj, nem néztem mennyi volt tegnap, de 80 körül volt, ha jól emlékszek, most már 87 billió. Itt AV Uni Curve, a top 3, őket követi a Pancake, Compound, Earn, Sushi, Venus, Bankara, Liquidity, hát oké, már vannak itt egyebek is. Earn Finance, mondtam, hogy Earn biztos, Compound, Earn, Sushi, oké. Jó, nézzük tovább, Coinbase-en jönnek ki valami. Nem, még a júni 24-i hír van, és akkor CoinMarketCap-en mi a trendi. Azt mondja, hogy kismillió szerencsejátékos Bitcoin, egyértelmű kell, hogy legyen a portfólióba, meg az Axie Infinity, meg egy a trendi köztetőzik helyen az Axie. Jaj, nagyon jó. Lesz ennek jövő de úgy látom. Főleg, akik átállnak, hogy olyan játékokban én is, hát ezért nem tudom, 10-20 ezeket tologattam bele úgy havonta, vagy két hetente, vagy akármi, még egy 2 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, mikor énekkel játszottam. És semmi látszatja, mert utána meg ennyi, ott vannak, nem lehet semmit csinálni a karaktereivel az embernek.
Itt meg ha már beletolja a pénzt, akkor kap érte vissza pénzt. Meg, hogy hát én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogok ezért felmenni a plafonra, mennyire fogom levágni a játékot, meg ezért kiismerni az egészet, meg a többiek ellen harcolni. Na jó, ha haladjunk tovább, mit nézek a legtöbben a CoinMarketCap-en? Mennyire leszek pró benne, azt akartam kifejezni kb. Amit elkezdek abba, azért próbálok minden pró lenni, ami érdekel. Jó, szóval rengeteg szerencsejátékos, a Bitcoin van még itt, és ennyi. Többi, mint szerencsejátékos. Jó. Nézzük, mi a helyzet. Itt azt mondja, hogy 33.500 környéke. Igen. És akkor másfél, kettő, mondjuk 2%-ot nőtt ma a Bitcoin, akkor kiket nézek, akik pirosban vannak, meg akik nőttek 10% fölött mondjuk. Igen, teta, 1%-ot csökkent a teta. Az nem túl jó, ez van, azt mondja, hogy Dózs nőtt 5-öt, az még nem nagy vassz, ez az Axi már tolja tovább, már megint repül az egekbe. Nőtt ma 18-at, de most már mindig egy jó, az a léa, az a baj, hogy még csak az 10%-ánál se nem tudom, vagy 4-5 kriptóból szedtem ki, ott van profit jelző, de most már ahhoz fogok mindig mérni. Hát ez még csak 6% az előző profit zónához képest, úgyhogy hogy menjen szépen felfelé még az Axi. Jó, hoppá, még egy piros, az Anker csökkent 1%-ot. Jó, nem nagy vasszis, de az a Luna, jó, a Luna nőtt 19%-ot, lassan már, nem, innen kéne, hogy elrúgja magát, vagy pont itt vegyek, 8-nál itt adjak el. 18%, 8%, hát 20, hát megnézem, lehet, hogy a Lunából kiveszek egy 5%-ot most itt 8 körül, itt annyira plafonos ez itt, az előtte is volt már plafonja, hogy itt húzza, meg utána jön majd a 10 dollárra, meglátjuk, megnézem, hát először el kéne döntenem, hogy akarok-e kiszedni, vajon felmegye fölé, várjak még egyet a Lunával, lehet, hogy még egyet várok a Lunával, nőjön egy komolyabbat, hát hogyha ezt hiszem itt a középvonalának, akkor ahhoz képest, tehát mondjuk 30%-ot növögetett, mindjárt megnézem, hogy mennyi van nekem Lunából, és akkor ahhoz képest, mi lenne. Pak, Luna, jaj, ő 1%-ban van, igen, akkor ezen a környéken lesz, de most nőtt egész jót. Aha, 25 Lunám van, annak a ezért két és fél, egy, hát egy Lunát eladjak. Lehet, hogy na jó, 19%-ot nőtt, azt mondtam, hogyha így fognak növögetni. Jó, egy lunát eladok, az izé 4%-a az egésznek, ha jó. Igen, az pont a 4%-a. Jó, akkor azt mondja, hogy Luna, igen, 8 dollárja, de jó, pont felugrott 8-ra. Azt mondja, hogy sell, egy darabot kéretik eladni. Na, ne megy vissza 8 alá! Jó lesz nekem így. Adj elfele. Mi? Pillanat. Egy luna. Hát ez hogy? Jaj, másodperc valami. Ha 25 luna, igen. Ja, hogy nem lett 10 dollár alatt eladni, olyan kevés van a lunába, hogy na jó, hát akkor a rendszer is azt mondja, hogy ne adjak el még a lunából, várjam meg még továbbni. Még egy utolsó próba, és hogyha egy egész, ezért, kettőt adnék el belőle, hát még az se lenne még 10 dollár. Na jó, Lunával akkor még várok, oké, nézzük tovább, ma nem lesz itt izé Lunából eladás, csak 1%-os, jaj, nem is hagyja, mert hát 200-200 dollár, vagy mennyi van a Lunába, kb. 5%-at, de 5-öt le kéne szedni, hogy 10 dollárt ki tudjak venni a 200-ból. Na jó, nézzük tovább, az Atom is nőtt 14%-on, de aha, hát itt az átlagától ő is még azért mehet fentebb, még nem fog kiszedni profitot. Júj, ami nagyon csökkent a T-Fuel, tehát a benzinő csökkent 6,5-7%-ot. Kusama 1,5%-ot, BAT 0,5%-ot csökkent, a Phantom 2%-ot csökkent, miért lóksz bele a képbe? Jó, az ICX, hát mert ő megindult tegnap, felment, mennyit ment fel tegnap? 12%-ot, ma meg visszacsökkent 8 és felett. Oké, visszakorrigált egy kicsit, ó, egy hétig csak nőtt az ICX, jó, és akkor Alfa 4%-ot csökkent, Travala csökkent 0,1%-ot, meg a Koti 1%-ot csökkent, jó, Telcoin is 1%-ot, és akkor portfólión kívül valaki nőtte valami nagyobbat, hát ez az XDC, ez a, de KuCoinon van valami pénzügyi bigyó, csak KuCoinon lehet kapni, nőtt 9,5%, meg hát a Small Love Potion húzza az Axi magával, a Small Love Potion-t.
13,5%-ot nőtt a Small Love Potion, de őt meg már most csak azért nem fog venni Small Love Potion, meg abból végtelent lehet csinálni, meg ilyenek, azt majd az Axival azt úgyis ingyen fogok kapni. Ha megvettem az Axiaimat, akkor napi csatákért ingyér adják. Jó, azt mondja, hogy 33.500, akkor nem lesz eladás, azt az egyet a Lunából, azt mégse. Na jó, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy elértünk a hírekhez, nézzük, mi mindenünk van mára. Egyszer, jó, igen, jött ki új videó a Kriptodán, új hír, és akkor most már miről van itt szó? A negyedórás rövid hírek jövő valutájáról, Kínáról, Bitcoin elemzésről, Argentináról és a Visa kriptó terveiről, ó, a Vizáról az lesz az első, a főhír van nekem is. És ami a legjobb dolog, hogy megoldották a statikus zaj problémát, már nincs statikus zaj a hangban. Üdv újra a kriptodonájében, ez a legújabb rész, és akkor nézzük, miről lesz szó. Kezdjük a központi bankok fejének véleményével, hogy ő hogy... Úgyhogy igen, vagy hát, de most már nem egyáltalán, úgyhogy most egész jó a hangminőség is, nincs olyan erős statikus zaj, mint a múltkoriban volt. Úgyhogy itt is tudtok plusz infókat nézni, és akkor haladjunk tovább a Visa. Hát ez hogy, hát megyünk felfelé, hogy jó, nehogy már ezért helyített putasok vagy akármi. Mit akarok, nem ez, hanem hogy király vagy, nem tudom, jó. Így van, megyünk felfelé, király. Jó, és akkor a lényege a cikknek, hogy a Visa és 50 kriptoplatform, kriptofelület, jó, lehetővé teszi a kriptovaluta fizetéseket már a világon 70 millió kereskedőnél. A Visa nagyon-nagyon bejött a digitális piacra, a blokklánc világba, a kriptovilágba. És akkor várunk csak, mert itt hát nem ismerem, az aljában van. Na jó, olvassam el ezt is, akkor ezért menjen egyben minden, nem tudom, hogy itt volt-e lényeg, de talán alatta, hogy kiemeltem-e vagy sem. A Visa bejelentette szerdán, hogy a kriptovalutával összekötött Visa kártyák, mert már van kriptós Visa kártya is, ugyebár az első, hát itt negyed évet mondanak, utána meg fél évet mondanak, itt megkeverték a hírbe, de amúgy... Six months, igen, az első 6 hónapban itt rosszul írták, mert itt azt írták, hogy az első negyed évben, de ugye az első fél évben, 6 hónapja éveleje óta, több mint $1 billió értékben történtek tranzakciók a kriptós Visa kártyákon keresztül, és akkor még 50 nagy kripto platformmal össze akarnak fogni kripto felülettel, hogy elindítsák a kártya programjukat, ami sokkal könnyebbé fogja tenni az átváltását és az elköltését a digitális valutáknak, 70 millió kereskedőnél világszerte. Itt is majd több mint 1 billiót költöttek kriptós Visa kártyával 2021 első felében, és a fő pénzügyi igazgatója, a Visának a pénzügyi igazgatója, a Vasant Prabhu azt mondta a CNBC-nek, hogy nagyon nagy kereskedelmi mennyiségeket látunk a hálózatunkon, ahogy az emberek vásárolják a kriptovalutákat, ezeken a többféle hivatalosan jóvá hagyott törvényes, jóvá hagyott tőzsdéken, és amennyire mire látjuk, ez a trend ez folytatódni is fog. Hozzátette, hogy nagyon sokat fektetünk abba, hogy létrehozzunk egy ökoszisztémát, ami a kriptovalutákat sokkal inkább használhatóvá teszi, és sokkal inkább közelíti majd őket a hagyományos valutákhoz, hogy már ugyanolyan szinten azt akarják elérni, hogy ugyanúgy lehessen a kriptót is használni, mint a hagyományos papírpénzeket, vagy bármilyen valutát. És akkor az emberek keresik a módját, hogy tudják használni a kriptovalutájukat olyan dolgokra, amikre azelőtt a normál, a hagyományos papírpénzeket használták. A kripto platformok felületek közt a Visa együtt dolgozik a Coinbase-zel, a BlockFi-jal, a Circle-lel és az FTX-el is. A program arra fókuszál, hogy sokkal praktikusabbá tegye az ügyfelek számára
és az üzleti költekezések számára a kriptovalutákat. Ezek a szövetségek egyszerűbbé fogják tenni az ügyfelek számára, hogy átváltsák és elköltsék a kriptovalutájukat 70 millió kereskedőnél világszinten, beleértve azokat is, akik nem fogadnak el kriptovalutát, digitális vagyontárgyakat, azoknál is megoldják, mert hogy... Ja, és akkor az egyik bónusz meg az, hogy még ajándék kriptót is adnak, hogyha a kriptós vizakártyával vásárol bárki, tudom is, hogy egy tévét vagy ilyenek, akkor kap vissza 100% arányosan, kap valamennyi izé bitcoint, vagy valamennyi kriptót vissza a vásárlásáért 1-2%-ot. Mint ahogy amúgy izé adőjelezőt papírpénzbe csinálták ezt általában a bankok. És Kai Sheffield, a Visa kriptovalutás igazgatója, azt mondja, hogy a kereskedőknek semmit nem kell változtatniuk, ugyanúgy a kereskedők irányába, ugyanúgy fogják látni a kereskedők, mint egy hagyományos Visa tranzakció, egy bankkártyás tranzakció, ennyit fognak csak észrevenni, vagy nem is fognak semmi különbséget, ugyanúgy lesz, mint eddig is volt. De a backenden, a háttérben a kriptovalutákat rögtön átváltják fiatra, papírpénzre. Tehát kriptóval nyugodtan vehet a vásárolt az ember, közte ott a Visa majd megoldja az átváltását a kriptónak papírpénzre, és akkor már a kereskedő meg papírpénzbe kapja meg a fizetséget a termékért, szolgáltatásért cserébe. Úgyhogy nagyon jön a Visa. Nagyon komoly, nagyon jönnek királyság. Hát de mindenki az egész világon most, hogy az ár lent van itt 30 ezeren, hát kit érdekel, úgy húzunk fel az égbe 5-10 éven belül, mint az állat. Biztos nyugdíj. Azt mondja, hogy Amerika bankja is felállít már egy kriptovaluta kutatócsoportot, nem tudom, pedig nagyon valami rémhírkeltős közvéleménykutatást hoztak ki, azzal jöttek egy hete még, vagy két hete, ha jól emlékszek, úgyhogy most látszik, hogy nem azt kell nézni, hogy nem azt kell figyelni, hogy mit mondanak, hanem hogy mit csinálnak. Úgyhogy úgyis azt mondják, hogy jaj, nagyon rossz, mert nehogy másnak jó legyen. Mindig azt fogják mondani, hogy nagyon rossz, közben megtömik a zsebüket, mert tudják, hogy milyen jó. Azt mondja, hogy igen, a kriptovaluták és a digitális vagyontárgyak az egyik leggyorsabban növekvő technológiai ökoszisztémák, és azt mondják magukról, hogy teljesen nagyon jó pozícióban vannak, hogy az oktatás, a vezetésükön keresztül, hogy komoly ipari elemzéseket tudjanak, ipari kutató elemzéseket tudjanak készíteni, piacvezető, világszintű fizetési felületként, és a blokkláncokkal kapcsolatos tapasztalatik is sokat segít. Tehát nagyon jó pozícióban van, már Bank of America nagyon azt állítja magáról, hogy ő annyira vágja a kriptókat, hogy csak na. Úgyhogy ezerrel fejlesztenek is ebbe az irányba, közben meg azt mondják a kimutatásokban, hogy jaj, hát senkit nem érdekelnek a kriptók, nehogy már más is jól járjon, csak ők. Azt mondja, hogy igen, és a nagy számú befektetési bank is elkezdett kriptovaluta szolgáltatásokat ajánlani az ügyfelei számára, mint a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Citigroup, a Standard Chartered, a Wells Fargo és a DBS. Jaj, Béla, a Wells Fargo-ról tökült mutatott itt valamelyik esti hírlóba, hogy 2018-ban, miért nem szeretjük a bankokat. 3 évvel ezelőtt, 2018-ban Wells Fargo fogta azt a banknál, hát mindegy, az embereik 3,5 millió hamis bankszámlát nyitottak, meg direktben rábeszélték az embereket mindenféle biztosításra. 3,5 millió hamis bankszámlát, mert nem érték el a pénzügyi adatokat, hogy mennyit kell termelni egy negyed évben, vagy fél évben, vagy évben, azt akkor fogták, nyitottak 3,5 millió a hamis bankszámla fiókat, mintha lett volna, de közben nem lett, ezt akkor beírták, hogy na abból most akkor megvan a nyereség, és akkor mit kaptak érte? Hát megbüntették őket, nem tudom, vagy 100 billióra, vagy ilyenek így. Mondta Béla, ez nagyon jó, hogy így a kb. A csuklójukra csaptak, hogy jaj, te kis csúnya, mit csináltál bank, hát több 100 milliókat sikasztatsz, meg csalsz, meg ilyenek, hát akkor jaj, te kis csúnya. Magánember csinálta volna, már 100 évre börtönbe lenne, de hát a bankoknál ugyebár, hát semmi gond nincs ott, a sikkasztás az mindennapos. Azt mondja, hogy a Binance vezérigazgatója, a CZ, ő is a törvényszabályozás irányába akar haladni, meg akar felelni, azt mondja, hogy ez egy utazás, ez a megfelelés a kriptovilágban, hogy meg tudjanak felelni mindenféle törvényi elvárásnak, és
Igen, ez a törvényi megfelelés, ez egy utazás, különösképpen a kriptoszektorban. Az iparban még mindig sok bizonytalanság van, és ahogy nő a piac, egyre összetettebbé is válik az egész. És akkor sokan, igen, sokan mondják, hogy több országból is, hogy a Binance nem regisztrált náluk hivatalosan, meg nem akarják engedni, hogy az adott országoknak az ügyfelei, vagy a lakóivanak kriptót a szolgáltatásokat nyújtsanak, meg kriptót vehessenek Binance-en keresztül. Bocsi. Meg ilyesmi. Úgyhogy mondja is CZ, hogy elkötelezettek vagyunk azzal szemben, hogy megfeleljünk a törvényi elvárásoknak és a szabályoknak a működésünk során. Azt látjuk, hogy a törvényhozókat egyre inkább érdekli az ipar, minél inkább hétköznapibbá válnak a kriptovaluták. És ezzel egy időben CZ is tisztább törvényeket szeretne. Nézőpontja szerint a több törvény, több regula pozitív fejlesztés lenne az ipar számára, de könnyebb őke... mi? És könnyebb őket követni. Na jó, az a lényeg, hogy pozitív. Ő is mindenképp támogatja, hogy legyen már több törvény kriptovaluta a piacon, ne hagyják már az embereket, hogy ezért csalásázatául essenek, meg ilyenek. És akkor ez... És hogyha minél több törvény lenne, akkor sokkal több ember, sokkal magabiztosabb is lenne az iparággal szemben, és sokkal több tőke folyna be az egész kriptopiacba. Úgyhogy mindenképp támogatja, hogy törvényeket hozzanak, meg hogy megfeleljenek minden elvárásnak minden országban. Binance US, ez az Egyesült Államok, ez egy megint külön alrésze a Binance-nek, ez nem maga az original Binance, ez egy leányága, úgymond leányvállalata a Binance-nek, ezt kifejezetten Amerikán, az USA-nak csinálták, és ők most ide is felvettek egy pénzügyi törvényhozót. Azt mondja, hogy új állásba, és... az új főember a kaliforniai pénzügyi védelemnél és fejlesztéseknél, pénzügyekkel kapcsolatos védelem, meg a fogyasztóvédelemmel és fejlesztésekkel foglalkozott, jelentette a Bloomberg. Manuel Alvarez július 22-én, jó, akkor születtem, fog csatlakozni a céghez, és a vezérigazgatójának, Brian Brooksnak fog jelenteni. Brian Brooks meg egy banki törvényhozó volt azelőtt, ő volt a valuta kontrolláló szervezetnek a feje az USA-ban anno, aztán májusban megvette a Binance US. És azt mondja, hogy azóta Brian Brooks építi a csapatát folyamatosan, majdnem megduplázta az embereinek a számát, és mondja is, hogy valaki olyasmit behozni ide a csapatunkba, mint Manny, aki egy törvényhozó volt, felelős volt a 40 millió fogyasztónak a fogyasztóvédelméért volt felelős azelőtt. Ez nem csak azt mutatja, hogy mi nagyon komolyan vesszük ezt az egészet. Aha. De hogy nem is fogunk védekezni a törvények ellen, vagy hogy szembeszállni meg a fogyasztóvédelemmel, úgyhogy az a lényege, hogy nagyon mennek abba az irányba, hogy törvényileg is megfeleljenek fogyasztóvédelemmel, mert se legyen semmi gond egyáltalán a Binance-nél. És Brooks hozzátette, hogy a Binance Egyesült Államok, aki a Binance US vagy US folytatni fogja, miután a legjobb, legszakértőbb... Ja, igen, folytatni fogja azt, hogy olyan embereket fognak mindig felvenni kulcspozícióba, akik a legjobbak, hát mindegy, legintelligensebbek, tapasztaltabbak, a legidősebbek a szakmában, legtöbb tapasztalatuk van, őket fogják szuper fontos funkciókba, pozíciókba felvenni, a legjobbakat a legjobb pozíciókba, úgyhogy halad a Binance is, meg a Binance US is a törvényekkel, vagy hogy megfeleljenek nekik, ezzel szemben meg még mindig vannak olyan bankok, akik túllőttek már célon, mert most megint jött egy a Barclays,
A Barclays után a Santander, ez most a Santander Bank, ez is betiltotta, hogy a Binance-re ne lehessen papírpénzt utalni, a fogyasztóvédelemre, jaj, ez a, izé. To Binance, in UK, citing, ez, hogy a fogyasztóvédelem, hogy ezzel jönnek, hát ez annyira nevetséges egy dolog, hát a Binance-en mi a jó Isten lenne a, fú, de mindegy. Hát jaj, vagy annyi, hogy hozzáférnek, hogy ott nem csak tudom, és 50 kriptó van, mint a Binance UES-en, hanem van több száz, 200, 300, nem is tudom, 400 mennyi kriptovaluta lehet a Binance-en, és vannak ilyen izék is, semmi lekvárok is, amik tényleg csak izé, vagy szerencsejátékok, azt mindig mondom, hogy rengeteg szerencsejátékos kriptó van. Hát arra akarják fogni, esetleg talán úgy, de hát ez nem ez a fogyasztóvédelem, a Binance-től kell védeni, a csalóktól kell védeni az embereket, az a és nem az, hogy befekteti egy szerencsejátékos kriptóba, de lehet, hogy tényleg fel fog benni az ötszörösére, meg a tízszörösére a szerencsejátékos kriptó, meg az is lehet, hogy össze fog esni, de ez már saját, az embernek a saját felelőssége, hogy mibe fektet, senki ne fektessen olyanbara, aminek nem tanulmányozta, nem tudja, hogy mibe fektet. Mindenki csak olyanba fektessen, ahogy ő tudja, utána járt, érti, ha nem érti, hogy mibe fektet, akkor ne fektessen bele, ennyire egyszerű. És ha meg érti az ember saját szándékából fektet bele szerencsejátékosba, akkor meg az tudatába kell lennie, hogy az össze is esett. De nem ettől kell védeni a fogyasztókat, hanem attól kell védeni a fogyasztókat, hogy a csalók ne tudják kicsalni a pénzüket, mert itt is lesz majd a végén megint csalásos hír, meg ilyenek. Hogy hülyeségekben, ami nem is létezik, ilyen marhaságokban olyanok kicsalják az embereknek a pénzét. Úgyhogy de a Binance itt az ellenség egyáltalán. Na jó, többen jelentették a banknak, hogy kaptak egy levelet, e-mailt a banktól, ami abban azt írta a bank, hogy megállítunk minden fizetést a Binance-re, a ti érdeketekben, a védelmetek érdekében, hogy jaj, majd az embereket fogják ezzel megvédeni, hogy nem engedik nekik, hogy a Binance-re utaljanak, meg a Binance-en kriptót vegyenek. Július 8-ától be fognak mindent ezért tiltani, és a bank azzal magyarázza, hogy az FCA már megint az Egyesült Királyságokbeli ezért pénzügyi hatóság, hogy ő figyelmeztetést adott ki, hogy meg kell védeni a csalásoktól a fogyasztókat. Hát de pont a Binance-en az előbb mondtam el, hogy miért nem ez miért nem csalás. Aki hülyeségbe fektet, az tisztába kell lenni vele, hogy hülyeségbe fektet. De mindegy, de hát nem. Mert jó, na jó, ne legyen, hát valami minimális van benne, de ezért betiltani, hogy ne lehessen rá pénzt küldeni, a személyiség tök mindegy, mert át lehet verni a rendszert, bemondtam már tegnap, hogy Coinbase-re kell küldeni, onnan meg át kell utalni ócsó kriptóba, Solanába, vagy Bitcoin Cash-be a Binance-re, azt köszöntük szépen. Egyelőre mindenkinek betiltják, senki nem küldhet a Binance-es fiókjára papír pénzt ettől a banktól. És jó, hogy mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy megvédjenek minket, és hogy megmentsük, a biztonságba tartsák a pénzünket, hogy nehogy már kriptovalutába lehessen fektetni, mert az megőrzi az értékét, hanem inkább papírpénzbe, mert az legalább elveszti hát az a nagy biztonság. És akkor folyamatosan figyelni fogják majd a helyzetet, és majd szólnak, hogyha bármi is változott. Az elmúlt hónapokban egy nagy növekedést láttak az Egyesült Királyságokban, az Egyesült Királyságban a fogyasztók oldaláról, hogy kriptovaluta csalásoknak az áldozatává váltak. Hát a csaló cégeket buktassák le, de egy hivatalosan papírozottan működő, nem félig papírozottan, mert van, hogy országokban még ott a helyieknek nem felel meg, de hát a Binance-nél azért ott vannak lépések, ott nem tesznek fel minden ócska szutykot, na mindegy. Ne, a Binance, de nem lehet azt mondani, hogy az a csalás, a Binance a csaló cég, mert rohadtul nem az. De erre próbálják fogni, és akkor majd ők megvédenek minket mindentől. Ez az első számú, a legfontosabb számukra, hogy be biztonságba tartsanak minket, úgyhogy nem hagynak kriptóval kereskedni. Szóval igen, mindenkinek betiltják, senki nem küldhet ettől a banktól a Binance-hez papír paste. Azt mondja, hogy tovább. Afrikában a millióknak fognak segíteni az azonosításban a decentralizált digitális személyikkel. Azt mondja, hogy fú, már Afrikában is több mint 1,5 milliárd ember lakik Afrikában. Akkor Afrikában is, Kínában is, meg Indiában is már egy 1,3 billió, 1,4
vagy milliárdan, magyarul milliárdan laknak, úgyhogy jaj, nagyon kemény, már ők is feljöttek, hogy a világ lakosságának a 16%-át már Afrika teszi ki. Habár a kontinens még mindig le van maradva, amikor arról beszélünk, hogy a lakóinak hivatalos állam által kiadott okmányaik legyenek, mint például a személyi. Néhány kimutatás fényvilágított rá, hogy körülbelül 400 millió afrikainak nincs rendes okmánya, még akár személyi se. És milyen problémákat okoz ez, hogyha nincsenek ilyen hivatalos dokumentumaik. Sajnos a nemzeti azonosítási szolgáló dokumentumok hiány nem férnek hozzá pénzügyi szolgáltatásokhoz, nem tudnak népszavazáson részt venni, de még az ország határon való átlépés is körülbelül, bár az ország határon is tudnak kilépni, mert hát akkor egy, hogy sok minden volt benne ezen az egészen, nem mentem végig. Itt, még egy dolgot valamit bele-bele olvasgattam, hogy ezt majd az Algorandon fogják megcsinálni, ő is van a portfólióban, ha jól emlékszem, vettem Algót. Pillanat, most itt ezért leellenőrzöm magam. Hát hol van az, ott fent annyira nem lehet. Algó, itt az Algó, jó, van Algó a portfólióban, oké. Jó, azt ja, nem így kell, hanem így vissza, nézzük tovább, Algorandon fogják kihozni, és akkor most ugye bár ez lesz a céljuk, hogy akkor digitális azonosítás legyen minél több afrikainak, és akkor sokkal olcsóbb lesz, meg minden egyértelmű, hát ilyesmiket írkálnak, nem kell bemenni, nem kell felvenni a titkárnőt, aki majd is mindenkinek lefotóz, meg ott ül egész nap a pult mögött, és akkor az a munkája, meg beírkálja az adatokat a számítógépbe, majd mindenki beírkálja magának a telefonjába, lefotózza magát, köszönjük szépen, azonosítva vagyunk. Nem kell eltartani a kormányzati rendszereket, mert minek. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább, attól nem lesz több út, meg híd, meg játszótér, hogy megnehezítjük, meg papír alapúvá tesszük, vagy arra erőltetjük, meg abba tartjuk az azonosítást, meg a mindenféle hivatalos okmányokat, meg folyamatokat. Na jó, nézzük tovább, Jack Dorsey-nak a Square-je, ugyebár a Twitternek ő a Twitter alapítója, a Square a másik cége, a kriptós cég inkább, vagy egy része, igen, kriptóka, vagy az egész, olyan nem is tudom, mivel foglalkozik konkrétan a Square, de kriptó irányba innen közelítenek ezzel a céggel, és egy bitcoin fizikai pénztárcát fognak, terveznek létrehozni, vagy kiadni, készíteni, hogy a kripton megőrzés az sokkal inkább hétköznapi legyen, ne kelljen a bankoknak fizetni, vagy akárminek, hogy megőrizze az embernek a kriptóját, hanem legyen mindenkinek fizikai pénztárcája, kb. Ebbe az irányba próbálnak haladni, és ebben a hírben nem is volt több itt a lényegét, a fejlész is elmondta, ugyanezt ismételgetik még, vagy háromszor lent benne. Tovább az Ethereum jön a londoni villa augusztus 4-én, ugyanezt tegnap vagy tegnap előtt berajzoltam, már mutattam is, de egyébként itt van augusztus 4-e, London, augusztus 4-be van már húzva neki, eddig nem fogunk szépen felmegyigetni. Jó, előtte mindenképp, eddig az volt a tendencia, amikor nagy fejlesztés jött valaminél, akkor előtte, hát itt a Berlinnél is láttuk, előtte megtolták az árát, mikor megvolt a fejlesztés élőben aktuálisan kijött, akkor már csak sortolgatták egy pár napig, utána persze haladgatott felfelé megint minden, de hogy előtte nagyon megnyomják, előtte három hétig csak tolják fel az árat a fejlesztések előtt, úgyhogy most is, hát jó, ahhoz a bitcoinnak is mennie kell, de egyébként az Ethereum simán benne van, hogy felfog már megint 3000-re, 2000-re, 3000 ilyesmikre, még lehet, hogy 4 is fel fog menni, itt jó, egy hónapon belül, hát már egy hónap sincs augusztus 4-ig. Úgyhogy tök jó hírek. Na jó, és akkor mi lesz itt? Kettő fontos fejlesztés lesz a londoniban. Azt mondja, hogy kit át fognak állni bányászat alapúról befektetés alapú blokkláncra, és akkor a legnagyobb változások a blokkláncban az EIP 1559-es, meg az EIP 1554-es fejlesztések fogják hozni. A 1559-es fogja megváltoztatni az Ethereum-nak a díjazását, és deflációssá fogja tenni az Ethereumot, tehát ennek az lesz a lényege, hogy egyszer fix díjas lesz az Ethereum, nem fog így ugrálni, hogy egyszer 3000 forint vagy 500 forint az Ethereumnak a díja, egyszer meg 20.000 forint az Ethereumnak a tranzakciós díja, fix díjas lesz, és minden egyes tranzakció el fog égetni is Ethereumot, úgyhogy deflációs lesz ezáltal az Ethereum is hosszú távon.
De mellette meg egyébként nincs plafonja az Ethereumnak, hogy akármennyit lehet nyomtatni belőle, na, hogy meglátjuk, ezzel próbálják kicsit korlátozva tartani, hogy a tranzakció meg égetni fogja az Ethereumot, hogy egy kis deflációt belevinni az egyébként alapvetően inflációs szerkezetébe az egésznek, és akkor az EIP 3554, az pedig a bányászokat fogja megszivatni, mert jön majd a nehézségi bomba, olyan bombát dobnak a bányászatra, hogy kb. Egy Ethereumot ne lehessen kibányászni egy év alatt, vagy nem tudom, csak mondtam valamit, hogy nagyon-nagyon irgalmatlanul meg fogják nehezíteni a bányászoknak a dolgát, hogy ne bányászat alapon működjön, hanem most már igen, befektetés alapon az egész Ethereum hálózat. Jó, nézzük tovább. A Circle is publikus lesz, gondolom jönnek a tőzsdére, az azt akarták mondani, hogy hivatalosan nem írják meg, hogy melyik tőzsdére meg hogy, de hát valószínű, hogy azért, hogy nyilvános lesz, az akkor szokták mondani, hogy IPO, meg ilyenek Initial Public Offering, az a nyilvánosságra hozata előtti ajánlat, meg ilyesmi, úgyhogy igen, az a lényeg, 4,5 billiót ér egyébként a Circle, ők hozták létre ugyebár az USDC-t, a Center konzorciummal és a Coinbase-zel karöltve, és az USDC-t egyre többen használják, egyre inkább nő a használata világszinten, ugye már fent van, már 8. helyen van az USDC, vagy a 8. helyen, mert az izé szokott lenni, Polkadot a 9. helyen mostanság, úgyhogy top 10-ben a 8. helyen van az USDC. Ennyire megnőtt, azt mondja, hogy utóbbi időben, és ez egy alapvető fejlesztés a fizetési rendszerekben. Szóval, igen, el lehet gondolkozni a nagy fizetési technológiákkal foglalkozó cégeknek is ezen, hogy akkor használják az USDC-t majd fizetésekre. Hát Vizával már rögtön, a Vizával rögtön összeállhatnak. Azt mondja, hogy nézzük tovább, az izraeli parlament, a Knesset, így hívják az izraeli parlamentet, ő megcsinálta azt az első NFT-t az új elnöknek, Isaac Herzognak, és azt mondja, hogy a Knesset lett ezzel az első parlament a világon, aki NFT-t adott ki. És mi ez az NFT, amit az új elnöknek csináltak? Az egyedi NFT egy másolata az eredeti esküjének, az apjának, amikor hivatalba lépett az apja, annak előtte akkor aláírta az esküjét, az aláírásával, és ennek egy másolata. Ez az NFT, igen. És akkor ezt csinálták az új elnöknek, ebben ennyi volt, ha jól emlékszek. Ja. Már még a parlament is NFT-zik egyes helyeken. Azt mondja, hogy a központi bankárok 11%-a gondolja úgy, hogy a kriptovaluták, mint a bitcoin, azok az aranynak az alternatívái, a UBS banknak ez a... Ja, a UBS a izé, ők a svájciak. Na itt nem írja, hol van, hogy Svájc. UBS, itt már nem írják, de ők lesznek, ha jól emlékszem, és Switzerland's largest bank, igen. Ők a svájci bank, mindig ezerrel mennek ellene most ki, megint kihoztak egy olyat, amiben azt mutatják, hogy mindenféle negatív adatokat, hogy nehogy már ezért bár kriptót akarjon venni. Egy kis ferdített negatív rémhírkeltés, statisztika manipulációval azt mondja, hogy a UBS megkérdezett, ja de nem, mert ezt mondják, hogy jaj, ez valami nagyon hivatalos kimutatás, meg ilyesmi, jó, akkor ez nagyon hivatalos, ez nem, na mindegy. Nézzük, hogy mi van benne, akár mennyire hivatalos, meg szeretik mások, meg nem szeretik mások. A lényege, hogy egyébként azért közel 30 központi banknak, világszinte mindegy és régióból közel 30 központi banknak a központi bankárait megkérdezték ebbe a kérdőívben. És akkor mi a lényege, hogy egyik kérdés, hogy a kriptovaluták át fogják-e venni az aranynak a helyét, mint a biztos kikötő, vagy úgymond a stabil pont, amiben mindig nyugodtan lehet fektetni. És akkor azt mondták, hogy mindenki azt mondta, hogy nem fogja átvenni. Tehát annyi van, hogy 16% nem tudja, 84% meg azt mondja, hogy nem fogja átvenni az aranynak a szerepét, és 0% pont azt, hogy át fogja venni az aranynak a szerepét, már megint ilyen embereket kérdezgettek meg, központi bankárokat, és akkor mikor fektetnének be a központi bankok a bitcoinba, több választ is adhattak itt, és akkor mi motiválná a központi bankot, hogy befektessenek a kriptovalutákba? A tanulás, hogy tudásbázist építsenek fel a kripto befektetési folyamattal, meg menedzsment folyamattal kapcsolatban, 83% azért fektetne be, ha befektetne.
mert nincs összefüggése a többi vagyontárgya, más irány nem feltétlenül esik le az ára, hogyha a tőzsdének leesik az ára, meg ilyesmivel mondjuk jó, az is valamilyen szinten összemegkötetés van, de nem olyan közvetlenül, mint a többi vagyontárgy azt mondja, hogy igen, hogyha a vezetésük azt mondaná, hogy be kell kriptókkal foglalkozni, akkor még 22% és csak 11% van itt a végén, azt mondja, hogy akkor, mert ez egy arany alternatívája lenne függetlenség a nyugati pénzügyi rendszertől. Hát a nyugati pénzügyi rendszernek a pénzügyi bankárai miért akarnának saját maguktól függetlenül lenni, hát akkor nem lenne állásuk. Meg hát nem az, hogy nem lenne, hanem nem lesz állásuk egy évtizeden belül, az a teljesen egyértelmű. Úgyhogy oké, okay, és akkor nagy rész a 80%-a nem gondolja úgy, de ezt már az előbb mondtam, nem is 80, de adjuk hozzá azt, hogy a 14% meg nem tudja, azt is adjuk hozzá. 100%-a olyanokat hívtak meg, hogy a 100%-a azt mondja, hogy nem fogja tudni egyetlen kriptovalutas átvenni az aranynak a helyét. Jó, és 46% a válaszadóknak azt mondta, hogy a központi bankok digitális pénzei azok együtt fognak létezni a bitcoinnal és más kriptovalutával, és nem fogják átvenni a bitcoin meg a kriptovaluták helyét nem fogják átvenni a központi bankok digitális pénzei, hát még szép, hogy nem. Miközben 33% meg azt hiszi, hogy igen, hogy a központi bankok digitális pénzei majd át fogják venni a kriptóknak a helyét. Hát közel nincs a kettőhöz. Hát a központi bankok digitális pénzeit így tudják manipulálni, ahogy akarják, ezért lehet vele bábozni, meg minden, így 20%-kal többet csinálok belőle holnapra. Jó, azt mondja, hogy... És a központi bankját azt nem igazán mondhatja pippak azt az ember, hogy ja, én most nem ezt a központi bankot akarom az országba, átmegyek egy másikhoz, mert nincs másik az országban. Kriptocégeket meg pippak lehet cserélni. Azt mondja, hogy ha valami nem tetszik. A jaj, már Sibának váltója is van, SibaSwap, decentralizált tőzsde. Másfél billiót kötöttek le benne két nap alatt, és az Ethereum árakat megtolta ez az egész. Ethereum díjakat, jaj, de jó lesz, mert akkor egy hónapon belül már nem lesz ilyen, hogy magasabbak meg alacsonyabbak az Ethereum díjak, mert ugyanannyi fix lesz, ahogy megjön a londoni fejlesztés, fix áras lesz az Ethereumnak a tranzakciós díja. És már itt felhúzott ezzel, hogy másfél billiót beletoltak két nap alatt, már kezdi megközelíteni a pancake swap-et meg a sushi swap-ot. A kéket meg a sushit, és akkor a Block Crypto kutatási igazgatója Larry Kermack twittelte a sushi swap-pal, a Shiba swap-pal és a díjaival, a Shiba swap díjairól Twitter üzenetet július 6-án, és azt írta, hogy a gáz már közel 100 gázt kell már megint egy Ethereum tranzakcióra költeni, ahogy a Shiba Swap elkezdett felszállni, és teli szemetelte az Ethereum blokkokat, és egy bohóc világban élünk, azt mondja, mert hogy ilyenek hatására, hogy ilyen szerencsejátékos bigyók, mint a Shiba meg a Shiba Swap, ezek miatt nő meg az Ethereumnak az tranzakciós díja. Na jó, nem baj, mert egy hónap múlva már ilyenek miatt nem fog tudni megnőni. Tovább, na ez az átverés, nem a Binance az átverés, hanem ez az átverés. Hülye angol bankok. Azt mondja, hogy akkor ilyeneket tiltsanak be. 93 ezer felhasználót vertek át, csalók, befírolták őket, hogy vegyenek hamis kriptovaluta bányász applikációt. Hát ez a buying-on gondolkoztam, hogy ezt kijelölje meg kékkel, vagy hogy de a pirosnál nem lett rosszabbat. Hát mi? Hát ez a, hát mi a jó Isten, ad neki pénzt az ember bányász applikációra? Hát le lehet tölteni ezeket a píket, meg tudom is én miket gondolom ingyen, azt már fél éve mondták mások is. De tök mindegy, mert semmi értelme, mert miért vesznek 5 millió ér gépet a bányászok, meg 8 millió ér, amikor egy ekkora telefon meg tudja csinálni, szeretetek ugyanazt, mint az a 8 milliós bányászgép? Hát a közelében nincs. Milyen hardware van ebbe ahhoz képest, ami az telinyomva van anyaggal, meg mikroprocesszorokkal, kőkeménnyel, direkt kriptovaluta bányászásra optimalizálva? Hát mi a jó Isten tud ahhoz képest egy telefon semmit? Hát ha 10 fillért ki tudtak vele bányászni egy nap, az már jó szerintem, vagy nem tudom, mondtam egy számot, de és akkor fizetni azért, hogy majd a telefonon én majd 100 000 forintokat fogok havonta bányászni egy telefonnal. Telefonnal, mikor a
8 milliósokat költenek bányászgépekre, hogy ilyeneket tudjanak bányászni vele. Várjunk már, számoljunk már, egy 11 nap, most 30 dollár körül van, 33, legyen csak 30, 30 x 30, hát az pont 1000 lesz. 1000 dollár, akkor ezért 300 ezer, ja. 8 milliót költenek, mondjuk 3 milliós bányászgépet kell venni, hogy havi 100 ezeret egy kibányászon az embernek. Nem úgy, hogy én majd egy telefonnal, majd egy tudom is, 50 ezer forintos telefonnal, majd mindenki 100 ezer forintot fog bányászni majd havonta. Ez rajta nem így működik. Meg hogy még fizetni is azért, hogy egy applikációért, atya úristen, hogy majd az úgy fog bányászni. Persze, hogy hamis volt, az egész hamis adatokat mutatott, minden hamis volt, és még a fejlesztésekért pénzt is kértek. Azt mondja, hogy a csalók megtrükköztek több mint 93 ezer felhasználót, eladtak nekik egy hamis kriptovaluta applikációt a Google Play Store-on, fent volt a Google Play-en, onnan lehetett letölteni egyébként, és az üzleti modelljük ezeknek az applikációknak az, hogy átverik az ügyfeleket úgy, hogy azt higgyék, hogy valójában kriptovalutát bányásznak. A valóságban meg semmit nem csinál az égvilágon, egyáltalán semmit nem csinál az applikáció, amiért még pénzt is adtak ki. És ráadásul még, hogy fizettek is az applikációra, de még utána pluszba kérték, hogy jaj, még fejleszteni kell az applikáció, meg minden egyéb, meg ezt kell, meg azt kell rajta csinálni, úgyhogy még jobb, meg a bányász, hogy még jobban tudjon bányászni az applikáció, még többet majd fejlesztünk rajta, adjatok még több pénzt, aztán alapból sem csinál semmit az egész, és akkor még többet adjatok a semmire. És ez az, ahogy a csalók, ha kihasználják ezeket az applikációkat, átverik a felhasználókat, hogy azt higgyék, hogy valójában kriptovalutát bányásznak azzal, hogy hamis adatokat, hamis számokat mutatnak neki. Ennyi csinál az applikáció, hogy feldob egy hamis számot neked, hogy tessék, ennyi kriptovalutád van. De amikor megpróbálod kivenni a kriptovalutát, akkor meg egy hiba üzenetet kapsz, hogy hoppáré, de nem tudod, sajnos nem tudod kivenni, mert hát nem létezik semmi mögötte, csak adottad a csalódnak a pénzedet. Azt mondja, hogy egy olyan 350 ezer dollárt buktak ezek az emberek, és a Google szerencsére már leszette a Play Store-ról, már Google Play-en már nem lehet megtalálni ezt az applikációt, de hát még több helyen, még harmadik féltől, meg alvállalkozóktól, ilyesmiktől mindig lehet tölteni, de Google Play-en legalább már nincs fenn. Na ez a csalás, nem a Binance a csalás, hanem ez a csalás. Oké. Jó, elértünk a végére, majd hőmérséklet lesz. Azt mondja, hogy 7. hó 9-e pénteket írunk, mindenki nézze meg, hol van, és indul a vonat. Ez itt péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Előre mentünk egy hetet. Aha, most hétvégére jön egy kisebb lehűlés, kis nyári záporokkal, ilyesmivel kicsit nyugisabb lesz az idő. Jövő héten már megint jönnek a hétköznapok, megint kánikula lesz, de ahogy nézem, jövő hét csütörtöktől, jövő hét vége felé már megint kicsit elvonul a kánikula, jön egy kis északabbi hűvösebb fuvallat irányunkba. Oké, köszi szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok! She gave me